Sziasztok, kedves nézőim! Ha hinni lehet a becsléseknek, akkor világszerte mintegy 3 millióra tehető az elhagyott hajók száma. Ezek hajótörést szenvedtek, magukra hagyták őket, vagy egyszerűen zátonyra futottak. Minden roncsot, rejtse akár a víz mélye, tűzze a nap, vagy koptassa a szél, legyen katonai vagy polgári hajóroncsa, mindig számos rejtély jövez. És ha nem is az a célunk, hogy megfejtsük ezeket a rejtélyeket, el kell ismernünk, hogy az elhagyott hajók lenyűgöző és csodás látványt nyújtanak. Mai videónkban régi elhagyatott hajókkal foglalkozunk, a világ minden tájáról. Maradjatok velünk, érdekes lesz! A világ legnagyobb hajótemetője. Csak egy kis sziget, a Carolina-szigetek nevű szigetcsoportban, a Csendes-óceán délnyugati részén. Közvetlenül a Pearl Harbor elleni támadás után foglalták el a japánok, és a japán légierő és haditengerészet bázisává alakították. 1944-ben a bázist lerombolta és átvette az amerikai haditengerészet. Több mint 60 hadihajó és 275 japán repülőgép került hullámsírba, létrehozva ezáltal a világ legnagyobb hajótemetőjét. A roncsok nagy része közel 25 évig érintetlen maradt. Az emberek egyszerűen féltek a bombáktól. A helyszín ma már nagyon népszerű a búvárok körében. A roncsok tele vannak harci repülőgépekkel, tankokkal és buldózerekkel. A következő az egyik legrégebbi és legjobb állapotban fennmaradt lelet, amelyet valaha tengerfenéken találtak. A 23 méter hosszú, oldalán fekvő kereskedelmi hajót egy kutatócsoport fedezte fel Bulgária partjainál. A kormánykerék, az evezőpadok és különböző használati eszközök tökéletes állapotban maradtak meg. A hajót időszámításunk előtt 400-ra datálják. Amiért a 2400 éves hajó ilyen jó állapotban maradhatott meg, a Fekete-tenger sajátosságai. A legmélyebb rétegekben nincs oxigén. Ráadásul a 2000 méteres mélységben fekvő maradványokhoz a hajóroncsokból származó leletekre vadászó amatőr búvárok nem jutottak le. A megtalált hajó az ókorban a Görög-szigetek és a Földközi-tengeri gyarmatok között hajózott a Fekete-tenger partvidékén. Egy elhagyatott sziget. A Kis-Antillákhoz tartozó aprócska Kiskurászó szigete egyetlen régóta ismert építményéről, egy 1850-ben épült kis világító toronyról ismert. Az elhagyatott sziget bajós látványát fokozza a Bianca Maria Guidesman tartályhajó rozsdásodó roncsa. A hajó 1960-ban zátonyra futott és a szigeten rekedt. A királyi kísértett hajó. 1954-ben a Hufu fáraó sírjaként szolgáló nagy piramis déli sarkában egy 42 méter hosszú, 20 tonnás hajót fedeztek fel. Hufu fáraó hajója időszámításunk előtt 2600 körülről származik. A 4600 éves hajót kifejezetten a túlvilági utazásra építették, mert vízre sosem tették. Az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy a hajók átjutottak a túlvilágra, és ott szolgálták tovább tulajdonosukat. Ez a tárgy az emberiség történetének legnagyobb és legrégebbi fából készült emléke. Betonhajók. Az acél és fahiány miatt a vasbetonhajók építése az első világháború végén érte el a csúcspontját. A betonhajók esetében a hajótest fő szerkezeti anyaga a vasbeton. Egy ilyen brit hajó az 1919-ben épített Violet maradványai ma is láthatók, és helyi nevezetességnek számítanak az angliai Kent megyében, a Hufél-szigetnél. A világ felfedező üdülőhajóteste dupla felépítésű volt, emiatt az antarktiszi vizekre is ellátogathatott. A hajót 1975-ben helyezték üzembe, és az elsők között volt, amely turistákat vitt az Antarktiszra. 2000. április 30-án reggel 5 órakor a Salamon-szigetek között a Sandfly átjáróban egy térképen fel nem tüntetett zátonyra futott és léket kapott. A kapitány, hogy megakadályozza a hajó teljes elsüllyedését, egy délebre található sekély öbölbe kormányozta. A következő években a polgárháború Salamon-szigeteken az őrizetlenül maradt hajót gyorsan megtalálták a fosztogatók, a helyiek hamarosabb mindent elvittek, ami mozdítható volt. A roncs ma népszerű turisztikai látványosság. Oroszországban a Permi határterületen áthaladó Szilva folyó 18 méteres mélységében búvárok megtalálták az 1966-ban elsüllyedt 70 méter hosszú Vera Finger nevű személyszállító lapátos gőzhajó maradványait. Az először Jekatyerina névre keresztelt gőzhajót 1904-ben eresztették vízbe Muromváros hajógyárából. Fényűzőnek épült, királyi módon volt berendezve és díszítve, mahagóni, szőnyegek, bronz és tükrök. Az első osztály szecessziós stílusban kialakított belső tere igazi vízipalotára emlékeztetett.
A folyón való sétahajózáshoz használták, majd az első világháború alatt átalakították teherszállításra. 1966-ban a téli kikötés során a Vera Finger elsüllyedt. A sárga tenger alatt járó. Évekkel azután, hogy 1956-ban Nantucket partjainál elsüllyedt az SS Andrea Doria óceánjáró, Gary Bianco hegesztő fejében megszületett egy ötlet. Elhatározta, hogy tenger alatt járót épít, hogy a mélységekben fekvő roncsokból értékeket hozzon fel. 1970. október 9-én a 12 méteres, 80 tonnás sárgára festett Quester One nevű tenger alatt járó készen állt a vízrebocsátásra. A vízrebocsátás végső soron sikertelen volt, a tenger alatt járó tehetetlenül megfeneklett egy csatornában, és azóta rozsdásodik Gravesend-öböl vizében. Svéd tengeri régészek egy hadihajóroncsát fedezték fel a Stockholmtól 30 km-re fekvő Vaxholm partjainál. Feltételezhető, hogy a 17. század első felében épült. Egyike lehet azoknak a hadihajóknak, amelyeket II. Gusztáv Adolf svéd király épített 1626 és 36 között. A régészek úgy vélik, hogy a szóban forgó hajót Epletnek hívták. A kutatók a felfedezett hajóroncs testét nem fogják kiemelni, a tervek szerint csak egyes részeit hozzák felszínre. Az ausztráliai Tangalooma strandon 15 hajót süllyesztettek el szándékosan az 1960-as és 80-as évek között, nem túl messze a partoktól, hogy a kisebb hajók védelmére szolgáló hullámtörőt alakítsanak ki. A roncsok még ebben a sekély vízben is elképesztő mennyiségű tengeri élőlényt vonzanak. A hajóroncsok népszerűek a hajósok körében, mivel nyugodt horgonyzó helyet biztosítanak, és kiválóan lehet búvárkodni. A Nagy-Britannia személyszállító gőzhajó volt, az első teljes egészében vasból készített gőzhajó, amelyet hajócsavar hajtott meg. A hajót 1843-ban bocsátották vízre Bristolban. A hajó hossza 98 méter, vízkiszorítása 3400 tonna volt. 1845 és 1854 között a világ leghosszabb utasszállító hajójának számított. Több fedélzetén 130 fős legénység és 730 utas kapott helyet. A hajót 1937-ben süllyesztették el, 98 évvel a vízrebocsátása után. 1970-ben, miután 33 évig a vízben szunnyadt, a Nagy-Britanniát kiemelték és felújították. A gőzös ma a brit történelmi flotta része és Bristol kikötőjének egyik nevezetessége. A múzeumként üzemelő hajót évente akár 200 ezeren is felkereshetik. Ősi római hajóroncsot fedeztek fel a földközi tengerben Majorka partjainál. A hajó állítólag bort, halolajat és olívaolajat szállított. 2019. júliusában Majorka fővárosának, Palmának tengeri búvárai cserépdarabokat fedeztek fel a földközi tengerfenekén. A tudósok a helyszínt vizsgálva egy Krisztus után 3. században épült római teherhajó maradványaira és több mint 100 jó állapotban fennmaradt amforára bukkantak. A hajó körülbelül 10 méter hosszú és kb. 5 méter széles volt. Kora körülbelül 1700 év és Krisztus után 3. vagy 4. században süllyedhetett el. A President Coolidge az USA egyik legnagyobb kereskedelmi célú személyszállító hajója volt. Soha nem látott kényelmet kínált két úszómedencével, fodrásszal és szépségszalonnal a fedélzeten. A háború előtt San Francisco és Manila között közlekedett, és alkalmanként a világot is körbejárta. A világháborúban átalakították, és részt vett harci eseményeken. A hajó 1942-ben süllyedt el Vanatú partjainál, miután aknára futott. A Cristóbal Colón egy 1923-ban épült spanyol, háromemeletes hajó volt. Hossza elérte a 150 métert. New York és Közép-Amerika között közlekedett. 1936. októberében a hajó Bermudától 13 kilométerre északra egy korallzátonyra futott, mert a kapitány félreértett egy nyíltengeri kommunikációt. Ez a legnagyobb hajó, amely a Bermudák partjainál valaha elsüllyedt. Mára ennyi volt, ha tetszett, lájkoljátok, és ne felejtsetek el feliratkozni sem, hamarosan újra találkozunk. Csatornánkon még sok érdekes videóval találkozhattok. Sziasztok!